az út sose volt egyenes. Tehát, hogy mindig... A barátaim. És voltam, azt gondolom, mert egész kiskoromtól kezdve, hogy felnőttem, volt a családban autó, egy Trabant vagy valami, nem egy nagy luxus autó vagy valami, de Trabantunk volt, és úgy nőttem fel, hogy végig is közlekedtünk utcán autóval, és én pedig mindig nagy szeretettel figyeltem a szüleimet, ahogy vezetnek. A fogam letört a Trabantnak a hátulján, amikor egyszer a hátulról édesanyám elment a kert végébe megfordulni, én meg felugrottam a csomagtartóra. És akkor, mikor édesanyám észrevette, hogy ott vagyok a csomagtartó, akkor befékezett, én meg lefejeltem a hátsó üveget, úgyhogy annak a nyoma azóta itt van. Igazából nem nézett ki sosem úgy, hogy autóversenyző lesz belőlem, hiszen nyilván azért ez egy olyan sportág, amihez pénz kell alapvetően, az elinduláshoz mindenképpen. És hát azért nem gazdag családból jövök, szerintem nem sértődnek meg szüleim, ha ezt mondom. Ugye édesapám vasutas volt, mozdonyvezető, aztán felvigyázó, most már nyugdíjas, édesanyám népművelő volt, amúgy ilyen rendezvényszervező végül is egy ilyen művelődési házban. Szóval nem paraszkodok, tehát hogy nem volt rossz gyerekkorom, meg minden, meg voltunk, csak nem voltunk gazdagok, nem volt arra pénz, hogy most szüleim befizessenek gokártozni, vagy ide-oda-oda. Amikor elkezdtem középiskolás lenni, akkor ez a szimulátorozás az, ami megfogott. És ugye a számítógép az is mindig volt otthon. És akkor kikönyörögtem a kormányt, hogy legyen egy kormányom a számítógéphez, és hogy tudjak ezekkel a szimulátorokkal jól játszani. Nyilván tizenévesen még mindenki Forma 1-es pilóta akar lenni, meg ilyesmi, úgyhogy nyilván én is arra gondoltam, de tehát azért az látszott, hogy nem valószínű, hogy meg fog történni. Úgyhogy mikor már ment az igazi autóversenyző körére, mindig csak úgy voltam vele, hogy ami lehetőség jön, azt maximálisan ki tudjam használni, és meg tudjam hálálni a bizalmat, vagy hozzam azt az eredményt, amire számítanak tőlem. Kamion is egy ilyen lehetőség volt, ami jött, és persze először nagyon nehéz volt felmérni, hogy ez most menni fog-e nekem, jó lesz-e, élvezni fogom, lesz-e eredmény, vagy nem lesz eredmény. Úgyhogy nem tudtam pontosan, hogy mi legyen vele, de úgy voltam ez is, hogy ez egy lehetőség. Próbáljuk ki, próbáljam kihozni belőle a maximumot, és akkor meglátjuk. És szerencsére, ugye ott is végül is csak lett eredmény viszonylag hamar. Nekem, mint versenyző, ugye azt mondom, a mentális felkészülés, vagy a mentális rendben lét az a legfontosabb, hogy jó teljesítményt tudjak nyújtani a pályán, ugye a kamionok nem annyira gyorsak, hogy ez nagyon fizikálisan megterhelő legyen, úgyhogy sajnos látszik a testalkatom, hogy azért nem egy Forma 1-es pilóta kinézetem van, de nem baj, mert a kamion elmegy így is, sokkal fontosabb, hogy az ember fejben rendben legyen. Mindenképpen érdekes, meg vannak azért jó oldalai, de nem tervezek kamion sofőri karriert egyébként, hanem ugye ezt inkább azért csináljuk, mivel hogy ugye az idejévtől kezdődően ugye a csapatunknak a műhelye ide költözött Magyarországra, és néhány magyar szerelővel együtt készítjük fel a versenykamionokat. Miután itt a bázis, itt vannak a szállítójárművek is, amivel ugye visszük utcán a versenykamionokat, és ugye innen Magyarországra járunk a versenyhétvégre. Úgyhogy egy picit adja magát a dolog, hogy mi lenne, hogyha mondjuk én is néha vezetném az utcai kamiont, és elvinném a saját versenykamionomat a versenyhelyszínre, az milyen jó lenne. Ez a versenyzés, amit én csinálok, semmi köze nincs az utcai vezetéshez. És ugye most már elkezdtük a tanulást, ugye az e-learninget, meg ugye a szabályokat, meg minden, és hát ez tényleg egy szakma, és ez egy embert próbáló feladat.